Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok. Régen jelentkeztem már videóba, jó pár nap is eltelt, ezt nyilván az újak, akik újak a csatornámon nem érzékelik, mert most hallgatnak először, de azok, akik már ideje követnek, azok tudják jó, hogy most egy ideig nem jelentkeztem be, és azt is tudják, hogy Indiában voltam, egy spirituális úton, és azt gondoltam, hogy majd onnan fogok bejelentkezni, vittem is kártyát, és hogy majd azért lesz egyszer-egyszer, hogy bejelentkezem. De valahogy a tér, meg a rezgések, illetve a befelé fordulásom azt kívánta tőlem, hogy most ne jelentkezzek be kártyákkal számotokra, hanem sokkal inkább önmagammal foglalkozzak. Amit tudni kell erről az utazásról, hogy a jogának egy újabb hát vál folyát, minőségét ismertem meg, vagyis önismeretnek. A Himalája tradíciót követve most a testen keresztül, a mozgáson keresztül, a csenden keresztül így kerültem önmagamhoz közelebb, illetve az elmémet egy fókuszáltabb állapotba tudtam hozni a technikák és a tudás segítségével. Nyilván, amit ott kaptam, az ugyanúgy, mint minden technikára igaz, hogy akkor lesz hatása hosszú távon, hogyha gyakorlás követi. Ugye, amit én követek, és ami egyelőre még nálam abszolút a favorit, az, amit a mesteremtől tanultam, a karma jóga. Tehát valójában az a fajta önismeret, ahol az őseinken keresztül, a sejt információinkon keresztül, a karmáinkon keresztül érjük el a felszabadulást. Ez egy nagyon-nagyon gyors életminőség változást tud hozni. Most itt a gyorsaság alatt is azt értem, hogy néhány év alatt egészen nagy fordulatot lehet hozni az életben, és körülbelül 10 év kell ahhoz, hogy egy teljesen új energia áramlást indítsunk el. Miért van erre szükség, erre a hosszú időre? Amit lehet, hogy most emberi mértékkel hosszúnak gondolunk, de valójában ez nagyon-nagyon rövid időszak. Mert az a változás, amit a technikák gyakorlásával, a valódi önismerettel, a valódi nagyon-nagyon mély önismerettel el tudunk érni, az nem csak a saját életünkre hoz változást, hanem a környezetünkére is. Tehát ha innen nézzük, akkor életeken átívelő változást hoz. Előző életbeli föl nem oldott traumákon keresztül a saját jelenlegi életben megtörtént traumák feloldásán át a következő generációt segítve a változással, illetve az őseinket segítve a rezgés emelkedéssel egy teljesen föllazult morfogenetikus mezőt tudunk elérni a családi mintázatban. Tehát ez azt jelenti, hogy a saját gyógyulásunk, a saját rezgés szint változásunk nem csak önmagunkkal kapcsolatban lesz hatása, hanem mindenki másra, aki a környezetünkben van. Tehát innen is látszik, hogy ez egy abszolút önzetlen szolgálat, ami a karma jogát illeti. Én ezt Szumát Koltól tanultam meg ezt a technikát, ezt a tudást, és ezt tanítom. Áprilisban lesz a következő tudatosság tudomány a karma joga workshopom, 14-15-16-án este. Nagy szeretettel várlak bennetek, ha szeretnétek megismerni ezt a tudást, illetve technikát kapni hozzá, hogy önmagatok is tudjatok karmákat oldani, blokkot oldani. Akinek van annyi önismerete, hogy ismeri az energiaáramlásokat, azokat az energiaáramlásokat, amik tudattalanul is hatnak ránk, akkor nagyon-nagyon sokat fog neki segíteni ez a tudás, amit ott átadok neki. Azoknak viszont, akiknek még szükségük van racionális tudásra, tehát megismerni, hogy milyen energiák hatnak ránk, mit jelent az, hogy játszma, bűntudat, hogyan írja el valaki azt, hogy bűntudatunk legyen, játszmánk legyen. Tehát valójában a harmadik szemnek a nyitásához pedig létrehoztam a női kurzusomat, aminek az a neve, hogy a valódi önszeretetbe érkezett nő,
És ennek a kurzusnak az a lényege, hogy 8 hónapon keresztül egy olyan energiaáramlásban lesz részed, ami változást szeretne benned elérni, egy új tudatszint, egy új gondolkodási szintre emelne föl téged, hogyha hagyod, hogy az események hassanak rád, használod a technikákat, és a célod lesz az, hogy kiussál a karma körökből, és a 8 hónap után egy teljesen új gondolati szintre fogsz kerülni, amivel aztán egyedül segítő nélkül is most már tudsz haladni az életedben. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesz már szükséged másokra ahhoz, hogy változás legyen az életedben, de a saját bölcsességedhez kapcsolódva megtanulod átlátni, hogy mi az, ami tiszta, mi az, ami téged segít, mi az, ami az utadnak a része, és mi az, ami nem. Sokkal kevesebb zsákutcád lesz, sokkal kevesebb fölösleges kanyar lesz az életedben, egyszerűen egy fölfelé ívelő életet, a kreativitásod kibontásán keresztül egy fölfelé emelkedő életet fogsz tudni kialakítani. Na most, hát én is ezen a spirituális úton járok, a saját spirituális utamon, és hát most tettem egy újabb lépést az önismeret felé. És mint ahogy mondtam, a jógán keresztül, tehát a fizikai test mozgatásán keresztül ismertem meg az elmém fókuszáltságának lehetőségét, és ezt szeretném majd ezt a tudást átadni nektek. Úgyhogy valószínűleg lesznek majd workshopok, illetve különböző események, amik ezzel kapcsolatosak, csak még bennem is fel kell, hogy dolgozódjanak ezek a megtapasztalások, hogy úgy tudjam átadni, hogy már tényleg a kapott információkat bölcsességé formáltam magamban, és tapasztalok is általuk egy teljesen új életminőséget. De terveim szerint majd április végén, talán májusban már tudok ezzel kapcsolatban a felétek is nyitni. Egyelőre még annyi teendőm van, hogy nincs még erre most kapacitásom, majd talán májusban indul egy új kurzus, egy új konzultációs folyamat. Ezt majd meglátjuk, hogy mi az, ami kifor bennem. És hát az elmének a tartalmát megismerni, és a működését, azt ugye a tudatosság tudománya workshopon tanítom meg, de ahhoz, hogy fókuszáltak legyünk, és még könnyebben menjen a meditáció, ahhoz viszont ehhez a tudáshoz is nagy szükség van. Amit kijelenthetek, az az, hogy továbbra is azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy az a fajta meditáció, az a szamádi meditáció, amit én a mesteremtől tanultam, és a YouTube csatornámon ingyenesen elérhető, még mindig számomra az eddigi tudásomnak megfelelő tapasztalatok által még mindig a legmagasabb rendű meditáció, tehát mindenki ezt a szamádi állapotot keresi, úgyhogy gyakorolj, 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 én tiszta szívből kívánom neked, hogy tedd magad köré ezt a rezgést, ezt az energiát, hogy tényleg változás induljon el az életedben. Úgyhogy nem a semmiért mondogatom mindig azt, hogy az univerzum legerőteljesebb meditációja, de most is megtapasztalhattam, hogy így van, mert hogy a csenden keresztül abszolút változásokat lehet elérni, de az, hogy hogyan és miként, azt ahhoz viszont mindenképp szükség van tudásra, magas szintű tudásra, hogy átlásd, megtapasztald magad egy újabb szinten. Lesz női témám is, női téma eseménye, március 28-án, ezt is már kiírtam az oldalamra, ingyenes, aki szeretne jönni, regisztráljon. Érzelmi kockázatról van szó, tehát, hogy egy kapcsolatban hogyan vállalj érzelmi kockázatot, erről fogok majd beszélni, illetve saját tapasztalatom példán keresztül mutatom meg, hogy én hogyan csinálom, miként csinálom, hogy tiszta legyen körülöttem a tér, és olyan emberek legyenek körülöttem, akik játszma nélkül, játszma mentesen vannak jelen számomra. Ehhez persze nekem kellett alakulni, úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy neked kell olyanná válni, hogy tiszta legyen a környezet körülötted a lapokat, és én úgy érzékelem, hogy ennek megfelelően kaptuk.
Vagyis a beteljesedés lapja az, ami leginkább hatással lesz most rád, és a beteljesedés az mindig számomra azt jelenti, hogy valami én részünket elhagyjuk, és egy teljesen új én részünk fog ezáltal fölemelkedni. Azt is mondhatnám, hogy az alacsony szintű minőségünket föl fogja váltani a magas szintű minőség, ahol már az egység, a szeretet mentén leszünk jelen. És most erre van neked lehetőséged, hogy ezt megéld. Ugye alacsony szinten olyanokhoz próbálsz kapaszkodni, ragaszkodni, akik mondjuk rád sem néznek, oda sem figyelnek hozzád, és emiatt gyászban vagy, mondjuk föl vagy háborodva, kritizálsz, és olyan dolgokat mondasz, teszel, amivel újra és újra azokban a negatív energiaáramlásokban tartod magad, amik előre nem fognak vinni az életben. Most, ahogy így a lapokat elnézem, arra van lehetőséged, hogy ebből felismert, hogy olyanokkal akarsz haladni, akik rád sem néznek, megítélnek, kritizálnak. Tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindenkivel haladni. Nem mindenkinek jó a te energia áramlásod, nem mindenkinek jó az a fajta minőség, amit te képviselsz, és lehet, hogy a másiknak azért nem jó még, amit te képviselsz, mert nincs olyan tudatszinten, hogy megértsen téged, és azáltal, hogy kritizál belül vagy kívül, vagy olyan megjegyzéseket tesz, amivel mondjuk szégyenben tart, bűntudatban tart, azáltal téged akadályoz, és hogyha akadályoz téged akár energia szinten, akkor te nem fogsz haladni. Ezt kell most felismerned, erre van lehetőséged, hogy felismerd, hogy hogyan tudsz úgy tovább haladni, hogy függetlenedjél ezektől az érzésektől, és ne adj Isten ezektől az emberektől. Ugye még korábban, hogyha megítéltek, és bántásban volt részed, akkor úgy cselekedtél, mint itt a kardok 9-es. A kardok 9-est, ha jól tudom, azt ugye, igen, ágyban, ágyból fölriadó emberrel is szokták ábrázolni, ami azt jelenti, hogy álmatlan éjszakáid vannak, mert azt érzed, hogy valaki majd meg fog támadni, vagy valaki rosszat gondol rólad. Tehát magyarul energetikai szinten is érzed, hogy valaki nem szeretettel gondol rád, és csak azért, hogy béke legyen, és az egységet megéld, a kelyhe kásza minőséggel próbáltál hozzá közelíteni, hiszen gyakran mondogatják azt különböző tradíciókban, hogy az egységet kell élni mindennel is, mindenkivel. Ezt van, aki ugye félreérti, és azt gondolja, hogy mindenkivel szükség van arra, hogy új kört kezdjünk. Nincs arra szükség, hogy új köröket kezdjünk ott, ahol az ítélet még jelen van. Ez azt jelenti, hogy most van lehetőséged arra, hogy ezt a viselkedés mintát elhagy, és a kelyhek 5-ös, illetve a botok 4-es állapotába bekerülj. A kelyhek 5-ös lapja az ugye, hát azt mutatja, hogy ez a nő ott nézegeti a halacskáját, tehát magyarul csak és kizárólag lefelé fordul, és az érzéseit figyeli. Itt láthatjuk körülött is, hogy nagyon-nagyon sok víz van, a víz az érzéseket jelenti. Tehát becsapva érezheti magát, azt érezheti, hogy valaki átverte, nem úgy reagált, amire ő számított, és hát emiatt szomorú, mert az ugye, amíg nem vagyunk függetlenek az érzéseinktől, addig az a megélésünk, hogy a másik ember az becsapott bennünk, az áldozatai vagyunk, és hát valójában nem tudunk semmit tenni a helyzet ellen. Na most ez nem az igazság. Hogyha fölismered azt, hogy a viselkedéseddel és a viselkedésed mögött lévő fájdalommal te mit idézel elő az életedben, és a korábbi harc helyett, az álmatlan éjszakák helyett azt választod, hogy a botok négyes felé mész el. Ugye a botok négyes, nézzétek meg, hogy itt vannak ezek az állatok, ezek mondjuk ezek az egyszarvúak, akik egy virágmezőből kezdenek el felugrálni, némelyiknek még van a nyakában is ilyen virágmező, és együtt ugranak föl. Tehát magyarul együtt emelkednek föl a magasba, és
olyan, mintha együtt lennének hálásak, sikeresek azért, ami bennük és körülött történik. Ez azt jelenti számomra ez a kivetés, hogy még korábban azt élted meg, hogy egyedül kell megküzdened a helyzettel, egyedül kell lenned a nehéz érzéseiddel, de közben a tisztesség és a közízlés azt kívánja tőled, hogy mégis a kelyhek állapotában maradjál meg a másik emberrel, de belül egy ellenérzést élsz meg ennek ellenére, mert tudod, hogy nem igazság az, ami történik. Ehelyett most válaszd az, hogy elkezdesz kommunikálni. Elkezdesz kommunikálni, hogy neked mire van szükséged, mi az, ami számodra megfelelő, megnyugtató, és persze nem rákényszerítve a másikat arra, hogy mi az, amit mivel elégítse ki a vágyaidat, sokkal inkább megmutatod neki azokat a nehézségeket, amik benned vannak, sokkal inkább hát igen, a nehézségeiden keresztül kezdesz el kapcsolódni. Ez mit jelent? Ugye sokan azt gondolják, hogy igen, kedves és szeretetteljes állapotban szükséges folyamatosan lenni ahhoz, hogy nekünk békés kapcsolataink legyenek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy illúzió, ugyanis mindenkinek van egy személyisége, mindenkinek van egy olyan hát tudása, ami miatt leszületett a Földre, és amivel tudja inspirálni a többieket. Na most például vegyük az én példámat, én a rálátás képességemmel születtem. Na most, hogyha én eltitkolom mások elől azt a fajta magas megfigyelésemet, amit látok másokról, akkor ebben az állapotban fogok lenni, ami a kardok 9-es, és álmatlan éjszakáim vannak, nem merem kimondani azt, ami bennem zajlik, de mégis úgy csinálok, mintha minden rendben lenne, hiszen a tisztesség, a szeretet, ugye ezt kívánja meg. De hogyha én tudatosítom, hogy miért születtem le, milyen képességeim vannak, ezt mindannyian ismerjük, hogy milyen képességeink vannak, csak eldugjuk, mert megszoktuk, hogy a családunkban ezek nem feltétlen elfogadható minőségek, pedig hogyha kibontod magadból, és a szeretet mentén vagy jelen, akkor pont emmel mentén fogsz legjobban tudni kapcsolódni, és tiszta kapcsolatokat kialakítani. Tehát visszatérve az én saját minőségemre, akkor alakultak ki tiszta kapcsolataim, amikor ezt a magas rálátás képességeimet egy az egyben elkezdtem használni, tehát nem titkoltam, nem akartam megfelelni ezáltal senkinek sem, nem mondtam másoknak olyat, ami nem az igazság, sőt, éppen ellenkezőleg, hanem amikor azt éreztem, hogy becsapás ért, akkor tudatosítottam azt, hogy hol mondtam le önmagamról, hol mondtam le arról, hogy a rálátás képességemet, tehát magyarul azt a fajta magas rezgésű minőségemet, ami bennem van, nem használtam csak és kizárólag azért, hogy összetartozzak olyan emberrel, akivel lehet, hogy nem is kellene összetartoznom, vagy akivel egész más úton kell, hogy járja. Visszatérve tehát a ti példátokra, minél jobban elnyomod azt a benned rejlő igazi, tiszta minőséget, ami te vagy, és ami másokat arra ösztönöz, hogy változást érjenek el az életükben, és a kibillented őket a viselkedéseddel, és egy új tudatszintre szeretnéd őket ezáltal emelni, annál jobban le kell mondanod önmagadról. És most arra bíztatnak a lapok, hogy ezt fejezd be azt, hogy eldugdosod azt a fajta kincset, ami ott van benned, és a vágyaidon, a valódi igényeiden keresztül elkezdesz kapcsolódni másokhoz. Ehhez meg kell tanulnod kommunikálni azt, amit szeretnél, meg kell tanulnod
úgy értékelni önmagad, hogy az, amit te esetleg eldugtál eddig a virág elől, az milyen kincs. Persze lehet, hogy alacsony szinten élted meg, mert eldugtad ezt a minőségedet, de hozd magas szintre azt, aki te valójában vagy. Egyébként épp az imént írtam valakinek, bejelentkezett hozzám konzultációra, és ugye egy hónap múlva tudtam időpontot adni, és gyakran ilyenkor teszek fel kérdéseket, illetve adok inspiráló újfajta gondolkodásmódhoz információkat, és pont neki írtam azt, hogy milyen képességei vannak a viselkedéséből kifolyólag a képletét elemezve, a kínai asztrológiai képletét elemezve, és hogy mikor éli meg magát magas szinten, és mikor alacsony szinten. És a konfliktusán keresztül megmutattam számára, hogy mikor kezd el magas szinten rezegni, mikor kezd el magas szinten képviselni önmagát, azt a valódi hát élet megtapasztalást, élet feladatot, azt a fajta minőséget, ami ott van benne. Ehhez egy teljesen új tudatszintre van szükség, hiszen gyakran akár közösséggel is hát ellentmondó viselkedést kell kialakítani, de ez az, ami célra vezet, ez az, ami a sikerhez vezet, mert így fognak kitisztulni a kapcsolataid. Egyrészt önmagadat kell magas szinten megélni a szeretet mentén, tehát teljes mértékben önmagadat elfogadni, és ha ez így van, akkor másokat is el tudsz fogadni, miközben nyíltan és őszintén vállalod azt, ami benned van. Ehhez tényleg tudatosságra van szükség, úgyhogy mindenképp a blokkoldást ajánlom, hogy ide el tudjál érni. A blokkoldásnak az a lényege, hogy arra törekszünk, hogy minél jobban áttetszővé váljunk, mert ugye aki védekezik, akinek sok a fala, védi magát folyamatosan, az nem meri megmutatni a valódi énjét, hanem védekezik. És ezáltal vannak konfliktusok, nehézségek. De az, aki megmeri mutatni önmagát, az tudja nagyon jól, hogy mindig lesznek olyan emberek, akikkel nem tud már tovább haladni, mert még ebben a stációban vannak, mint ez az ember, hogy lefagyott, hogy kritikát keres, hogy folyamatosan megítéli a másikat, de mindig lesznek olyanok, akik bár még itt tartanak, tehát hogy lehet, hogy lefagyott állapotban vannak, és lehet, hogy kritizálnak, de már meg fogják érezni azt a fajta életminőségedet, ahol érezhetően benned már nincs harc, hanem elfogadás van azzal kapcsolatban, hogyha ő a lefagyott állapotot választja. Mert hogyha ő a lefagyott állapotot választja, miközben te érzelmileg kockázatot vállaltál, akkor teljesen egyértelmű, hogy vagy a kapcsolat megszakad, az az energia áramlás, ami köztetek volt, megszakad, vagy egy teljesen új szinten fogtok tudni kapcsolódni. Bízom, hogy értettől számotokra, amit lecsatornáztam itt a lapokon keresztül, és megértettétek, hogy a belső harcok helyett, miközben keresed az egységet, de a magányt éled meg, most van lehetőséged egy szintugrásra, ahol a csalódást most úgy éled meg, mint egyfajta viselkedés mintádnak a búcsúját, és helyet csinálsz annak, hogy kifejezd azt, ami benned van. Nem támadóan, nem bántóan, megértve a másikat, elfogadva az útját, elfogadva, hogy oda teszi a szabad akaratát, ahova szeretné. Akinek ehhez még több tudásra és technikára van szüksége, azoknak szívből ajánlom az áprilisban induló workshopjaimat. Minden információt ide beteszek a link a videó alatti leírásban, illetve még figyelmetekbe ajánlom, hogy minden kurzusomhoz tartozik egy-egy egyéni konzultáció, ahol mélyen megmutatom nektek, hogy milyen karmakörben vagytok benne, és hogyha szándékod, hogy megugord magad, akkor van lehetőséged ezáltal új lépéseket tenni az életedben, hiszen tisztában vagy azzal, hogy mi az, ami tudattalanul mozgat téged. Aki mind a két kurzusomra jelentkezik, ami áprilisban indul, annak pedig
két mesterkurzust is ajándékba adok, nagyon-nagyon fontos információk, munkafüzetekkel, tényleg kidolgozandó feladatokkal, és egy teljesen új tudatszintre rálátásra szeretnének ezekkel a feladatokkal, konzultációkkal, illetve workshopokkal emelni titeket. Persze azokat, akik szeretnék a változást az életükben. No, ehhez kívánok mindenkinek jó munkát, és hát bízom, hogy most már gyakrabban fogok újra jelentkezni, és hozom nektek a videókat, amint tudom, amint érzem az inspirációt, és ha konzultációra van szükségetek, akkor pedig szintén a videó alatti leírásban megtaláltok minden információt hozzá. Minden jót kívánok nektek! Sziasztok!